A Szerencsi Bocska István katolikus gimnáziumban hétfőn reggel 8 órakor összesen 141-en ültek be az iskolapadba, hogy teljesítsék a magyar középszintű érettségi vizsga követelményeit. Idén a középszintű írásbeli megváltozott a szövegalkotási feladatlap szerkezete. A gyakorlati írásbeliség átkerült emelt szintről középszintre, és köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel áll párban. Módosulások vannak az értékelésben is, ezek a kerettanterv által elvárt követelményeket arányosan tükrözik. A helyesírás értékelése is megváltozott, a jó helyesírást jutalmazzák, ahelyett, hogy hibapontokkal csökkentenék az eredményt. A vizsgázóknak 4 óra állt rendelkezésére a két részből álló feladatlap megoldására. A hétfői tudáspróba első részében egy Petőfi kötettel kapcsolatos interjút kellett értelmezniük a maturálóknak, majd egy humorról szóló érveléssel és egy motivációs levéllel kellett megbirkózniuk az írásbelin. A második részben Kosztolányi Dezső novellát, József Attila és Radnóti Miklós költeményt kaptak a tanulók. Tempós volt az év, ugyanis a közkedvelt érvelési fogalmazás kikerült most a műelemzések, illetve a harmadik típusú feladatsorok közül, úgyhogy így most bekerült a szövegértés mellé, ami így 60 percről 90 perc lett, és ide került át a feladat, és bizony, mint a régi hagyományos érettségikben maradt a műelemzés. Ez két szinten valósult meg a novellaelemzésben, erre készültünk, nagyon örültünk is, Kosztolányi Boldogság című novelláját kellett elemezni, ez jól sikerült a gyerekeknek, a másik pedig az összehasonlító elemzésben József Attila és Radnóti egy-egy művét kellett összehasonlítani a hazaszeretet szemszögéből. Ezt is ügyesen megoldották szerintem a gyerekek, hiszen két ismert műről volt szó. A végzős tanulók ünnepi viseletben izgatottan ültek a padokban, és írták meg életük egyik legmeghatározóbb vizsgáját. Az intézményben eltöltött évek során a végzősök felkészültek a továbbtanulásuk szempontjából is nagy jelentőségű vizsgára, ami a maturálók teljesítményében is visszatükröződik. Az első részben volt egy szövegértési feladat, ami elég nehéz volt, és a legfőbb probléma az volt vele, hogy időben, tehát nem volt elég időnk rá. Utána következett még szintén az első részben egy választható feladat, lehetett választani egy gyakorlati szövegtípus között, illetve egy érvelés között. A gyakorlati szövegtípus egy motivációs levél volt, az érvelésnél pedig arról kellett érvelni, hogy a humor a rivalizálás eszköze-e egy baráti társaságban. Én az érvelést választottam, a szövegértésért 40 pontot lehet kapni, a érvelésért pedig 10 pontot. Ezután következett a második rész, ahol 50 pontot lehet szerezni, ez egy műelemzési feladat. Itt szintén választhattam, vagy egy műértelmezésre, ez volt egy novellaelemzés, vagy pedig két mű összehasonlítása, ez két líra volt, egy József Attila és egy Radnóti vers. Alapvetően műszakirányba szeretnék tovább menni, úgyhogy a magyar nem a fő tantárgy. Jelentkezésemet az Óbudai Egyetem villamosmérnöki karára adtam be. A matematika írásbeli érettségi első részében a végzősök 12 feladatot kaptak. A fontos témák mind előkerültek a vizsgán, közöttük a síkgeometria, a sorozat, a statisztika, az egyenlet, a függvények és a koordináta geometria. A matek hosszabb feladatainak többsége valószínűleg nem okozott problémát a vizsgázóknak, de a választható példák között volt nehezebb feladat is. Idejében kettőzött figyelemmel vártam a matek érettségit, egyrészt mint végzős osztályfőnök, másrészt pedig az éven vizsgázott az új NAT-hoz igazított érettségi kerettanterv is. Talán matematika tantárgyból volt a legkisebb változás, formai részben szinte egyáltalán nem változott. Annyi apróság volt, ami belekerült, hogy a nagyobb feladatokat is több apró részre bontsák. Ez meg is valósult talán 13-tól 15-ös feladatig, de a többiben szinte az eddigiekhez hasonló feladatsort kaptunk. Meglepő az első tapasztalatok alapján talán kevesebb potya feladat került bele, úgyhogy többen aggódnak az elégséges osztályzataik miatt, de az 5-ös osztályzatot elérni viszont, aki normálisan készült, úgy gondolom, hogy az előző 1-2 évhez képest talán egy kicsivel könnyebb volt.
kicsit kevesebb valószínűségszámítás, de maga a gondolati módszer, gondolkodási módszereket használó egységből nem került bele kevesebb. Statisztikai feladatot is ugyanúgy megtaláltunk, mint a halmazelméleti gondolkodást igénylőt is. Kombinatórikai feladatot egy picivel, ahogy mondtam, kevesebb valószínűség számítással. Koordináta geometria témakörből volt egy nagy feladat, ami sablonokat használ, talán nagyon egyszerű kérdéseket tettek fel, de ez tapasztalatok alapján távol van a diákoktól, főleg akik kettes hármasért szállnak harcba, úgyhogy tartok tőle, hogy ők ezt kevesebb sikerrel fogják megoldani, viszont aki a jelesér indult, annak szerintem az egy könnyű feladatnak számított 17 pontért. A magyar után matematikából adtak számot tudásukról a tanulók. Az egyik végző szemszögéből a matematika és fizika tantárgyak a leginkább meghatározóak a távolabbi jövőre nézve. Én úgy gondolom, hogy az első részre pontosan úgy készültünk, ahogy kellett. Ugyanezt vártuk, ugyanezeket a típus feladatokat. Én úgy gondolom, hogy nekem az első rész az elég jól sikerült. 2-3 bosszantó hibám lesz, de azon kívül semmi érdekes. A második rész viszont már annál nehezebb volt számomra. Nem biztos, hogy mindenkinek. Ott már jóval kifejtősebb feladatok voltak. Azokat is gyakoroltuk, csak ott ugye nincs meg ez a típus feladat, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor ez a formalitás, és mindig ugyanúgy van, hanem itt már azért gondolkozni is kell, úgyhogy hát ott már lesznek hibák. De azért bízok egy jó eredménybe. Én reménykedek egy erős 4-es, gyenge 5-ösbe, de 4-esnél semmiképpen nem szeretnék rosszabbat. De szerintem ilyen 70-80% között lesz. Nekem elég fontos a matek igazából, a másik nagyon fontos meg az informatika, az emelt szinten fogom, az jövő héten lesz. Az Óbudai Egyetem Neumann János mérnök informatikai karra jelentkeztem, és ott a két fő tárgya, a matek meg az informatika, szóval elég sok pontot ér mind a kettő. Történelemből a diákoknak 180 perc alatt kellett két feladatsort megoldaniuk. Az idei érettségi első rövid válaszokat igénylő feladat sorában Julius Cézár és Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatos kérdésekkel birkóztak meg a vizsgázók. A második részben az ókori görög hitvilágról, a tatárjárásról és a második világháborúról kaptak esszét a diákok. A változások lényege az volt, hogy diákbarát. Ugyanis korábban 8 feladat közül kellett 3-at választani, most pedig 4-ből 2-t. Látszólag ugye szűkült a merítési lehetőség, de remélhetőleg a későbbiek során is így lesz. Nagyon hálás témák voltak a 4 feladat, amiből választani kellett a diáknak. Talán a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy melyiket választjuk ki ezek közül a 4 jó közül, hiszen az ókori görög hitvilágot kellett bemutatniuk, amiről irodalomórán is részletesen tanultak, történelemből is, tehát ez nem okozhatott problémát. A másik egy örök klasszikus, a tatárjárás. Itt is megint talán csak a terjedelmi korlátok okozhattak gondot, hogy egy oldalba hogy sűrítsék bele azt a rengeteg tudnivalót, ami itt felhozhattak volna. A harmadik téma, a második világháború kirobbanása, ettől is nehezen tudunk jobbat elképzelni, ez olyan, mint irodalomból a Petőfi témakör, illetve talán egy picit nehezebbnek tűnő a dualizmuskori gazdaságból a nehézipar, de tétel szinten ezt is körüljártuk, tehát szóbeli tételünk is a téma, tehát ez sem okozhatott problémát. 12 úgynevezett egyszerű, rövid választ igénylő feladat van, ami végigkíséri a történelmet az ókortól napjainkig. Rajzos feladatok, forráselemzések, korabeli dokumentumoknak a átbogarászása volt a feladat a gyerekek számára. A maturálók történelemből idén új komplex feladatokkal kellett megbirkózniuk, amelyek közül az esszéírás jelentette a legösszetettebb részt. Az érettségizőknek a biztos továbbtanuláshoz jól kellett teljesíteniük ezt a kihívást is. Úgy gondolom, hogy az első résznél voltak olyan feladatok, ahol könnyen el lehetett pontokat veszteni. Ez amiatt volt, mert sok ilyen bekarikázós feladatrész volt. Ugyanakkor a második résznél ott az esszéírás volt. Ott olyan témaköröket adtak, amik közkedvelt témákhoz tartoznak, úgyhogy azt könnyebben meg lehetett oldani. Középkor városról kérdések volt a berlini falról, a sztálinizmusról, illetve Julius Cézárról. A másik részben pedig olyan témák szerepeltek, amik benne vannak a tétel sorainkban, úgyhogy aki arra felkészült, annak nem okozott
nehézséget. Én a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karára szeretnék tovább menni tanulni, azon belül is a kereskedelmi és marketing szakra. Ott nézik a történelmet, az angolt és a matekot, és ezek közül a kettő legjobban sikerültet. Csütörtökön angol, majd pénteken német nyelvből mérkőztek meg a középiskolások. A Szerencsi Szakképző Iskolában május 8-án a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségén a végzősök számot adtak a 4 esztendő alatt megszerzett tudásukról. Kedden a matematika feladatlap megoldása tette próbára a szakképző iskola végzős tanulóit, majd másnap a történelem írásbeli érettségi változatos feladatokat tartalmazott, így azok is könnyen teljesíthették, akiknek nem volt 4 évig kedvence a tantárgy. Az írásbeli vizsgát követően június közepétől középszintű szóbeli vizsgákra készülnek a végzős diákok a Bocska István Katolikus Gimnáziumban és a Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki szolgáltató szakképzőiskolában is.